Köszöntöm Önöket! Valóra vált a kanizsai foci álom. Az UFC Nagy Kanizsa feljutott az NB3-ba. Az osztályozó mérkőzés visszavágóján 2-0-ás győzelmet arattak a fiúk a házigazda Nagy Atáddal szemben. Nagy várakozás előzte meg az osztályozó párharc visszavágóját Nagy Atádon. Nem mintha az 5-0-ás kanizsai győzelem nem adott volna okot a bizakodásra, de senki sem akart előre inni a medvebőrére, ahogy az UFC-sek sem. Én úgy gondolom, hogy ugyanúgy készültünk, mint hogyha igazából 0-0 lenne a mérkőzés, és egész héten azt tudatosították bennünk, hogy igaz, hogy 5-0 az eredmény, de nincs vége a mérkőzésnek, és próbáljunk megtenni mindent. És úgy érzem, hogy ez a mai nap helyek közel igazából sikerült is, és megnyertük a mérkőzést. No, de ne szaladjunk ennyire előre. Azt a bizonyos 2-0-ás győzelmet, amelyet végül Horváth Detre, majd Szalai Dániel találatával könyvelhetett el a kanizsai csapat, nem adták könnyen a nagyatádiak. Ennek és néhány technikai hibának is köszönhető, hogy az első félidő gól nélkül telt el. Én szerintem jóval motiváltabbak voltak, nyilván ez a hazai pálya is nekik nyilván ez egy előny volt, de tudtuk, hogy idegenben nehezebb dolgunk lesz. 0-0 volt, az ellenfél is azért azt mondom, hogy helyek közel lezárt azokat a területeket, amit mi bepróbáltunk volna játszani, de a másik fél, de úgy érzem, hogy kijött a különbség, és megérdemelten nyertünk. A szünet után aztán a kanizsaiak rendezték a soraikat. Határozottabban, agresszívebben léptek fel a házigazdákkal szemben. Taktikát váltottak, és szűkebbre zártak a középpályán. Aztán jött a két gól. Előbb a 62., majd a 88. percben. Jókor rúgtuk a gólt, és itt a végén is a 86. percben, amit mondtak is, kérnek tőlünk a szakvezetők, hogy átlövéseket próbáljuk meg erőltetni, és abból lett a gól, és ez mindenki számára nagy öröm. Örülünk, hogy ennyi szurkoló elkísért minket, és hogy hát már hála Isten NB3-os csapata van a Nagy Kanizsának, kijelenthetjük. A visszavágó a tervek szerint alakult, a fiúk teljesítményével pedig nem csak a helyszínen szurkoló, mint egy 150 kanizsai volt elégedett, hanem a vezetőedző is. Az elsőleges az volt, hogy ne kapjunk gólt idegenben, ha már ennyi lelkes szurkoló, és tényleg le a kalappal előttük, mert érezzük a pályán a szeretetet, hogy nekik adjunk egy ajándékot. Ugye 5-0-ra nyertük az első mérkőzést, úgy gondolom, hogy itt tudat alatt azért ez eldőlt ez a meccs, vagy ez a feljutás, de tényleg az volt a cél, hogy lehetőség szerint próbáljunk meg nyerni. És ez a másik, fegyelmezetten játszottunk, több hibával már, mint Nagy Kanizsán, ez azért is van, mert amit mondtam, hogy azért tudat alatt bennünk volt az, hogy 5-0 az azért sok. De tényleg az egész csapat oda tette magát, rúgtunk két gólt, és idegenben is 2-0-ra sikerült nyerni. Le a kalappal a fiúk előtt, tényleg. Gombos Zsolt szerint az UFC szezonbéli sikeres teljesítményének három összetevője van. Úgy gondolom, hogy a rengeteg munka. Tehát ez az elsőleg a rengeteg munka, és a srácok hozzáállása, mert partnerek voltak ebben. Tehát ez a titok nyitja, illetve rendkívül jó csapat kovácsolódott össze. Egy olyan példa erre, hogy már edzés előtt egy órával jönnek le a srácok, és ott fölülünk a lelátóra, és 8-10 ott beszélgetünk, ami ilyen nem is tudom mikor volt, nem is volt, amióta itt vagyok. A magyar futball harmadik vonalában 5 éve nem szerepelt kanizsai csapat. Hetesieknek sikerült felküzdeniük magukat, de az edző által említett csapategységre ott is nagy szükségük lesz. Ugyanakkor a következő szezonban egy némileg megújult UFC, egészen pontosan FC Nagy Kanizsa lép pályára. De előtte még jön egy kis pihenés. Tavaly 2 hét pihenőnk volt, pont ugyanígy az osztályozó miatt, ami azért elég kevés. Lehet, hogy most kapnak 3 hetet a játékosok, de természetesen ilyen házi feladattal, ami kontrollálható, tehát meg lesz ki lesz adva, hogy mit kell csinálni. Mert az első héten, amikor kezdünk július 9-én, akkor már 2 mérkőzés lesz a Lendvával idegenbe, illetve hétvégén az Ete jön Nagy Kanizsára. Úgyhogy arra mindenképp már olyan állapotba kell visszajönni, hogy
ha valaki nem csinálja, az ki fog derülni. A gerincet szeretném megtartani, elkezdjük a tárgyalásokat a játékosokkal, és természetesen lesz még erősítés. Az UFC-t a meccs után már nagyon várták haza a drukkerek, a csapatot hangos győzelmi rigmusok és görög tűz fogadta az Erzsébet téren. Így azok, akik ellátogattak az éppen akkor zajló sörfesztiválra, szintén részesei lehettek a kanizsai foci mámornak. Nagyon fontos a labdarúgás, hiszen a focinak az ünnepe is van, itt több héten keresztül a világbajnokságot követhetjük, és hát a mi csapatunk is, az UFC, a Nagy Kanizsa, már régóta vártuk, elérte azt a célt, amit kitűzött magának, a megyei első osztályt megnyerték, ma volt a visszavágó Nagyatádon, és egy 5-0 és egy 2-0-as eredménnyel, 2-0-as eredménnyel MB3-asok lettek. Hajrá Kanizsa, szívből gratulálok mindannyiunk nevében a csapatnak, a mesternek, a vezetőknek és természetesen minden játékosnak is. A hétvégi sportsikerekből és az ünneplésből egy másik csapat is kivette részét, hiszen a kanizsai vadmacskák SS szintén osztályt lépett. A lányok ősszel újra az NB1B amatőrligában dobnak hálóra. 60 év a fociban Nagy Kanizsán, az ünnepi könyvhét keretében egy különleges kötetet mutattak be a Halis István városi könyvtárban. Ezúttal nem versek vagy prózák sorakoznak a kiadvány lapjain. Sporttársak, barátok, családtagok gyűltek össze nemrégiben a Halis István városi könyvtárban egy péntek estén. Az ünnepi könyvhét keretében egy valóban különleges kötet látott napvilágot. Vlaszák Géza az elmúlt 6 évtized alatt felgyülemlett emlékeit vetette papírra. Már jó pár éve gondoltam én erre, hogy összegyűjteném ezt a rengeteg anyagot, ami bennem felhalmozódott az emlékeimbe, de újságcikkekben, egyéb tárgyakban rengeteg van otthon. És én ben voltam a tévében egyszer a Péter Alpinál, és akkor kérdezte, hogy Géza, hát mi van neked otthon? Mi van? Mondom, egy egész múzeum. Na ezt a múzeumot próbáltam én itt most leírni. Jó másfél évig tartottam, amíg ugye a anyaggyűjtés, aztán leírtam, a lányom átnézte, aztán átírtam a fejezeteket. Tehát tulajdonképpen 1955-től írtam, amikor megismerkedtem tulajdonképpen a labdarúgásról, bekerültem a foci világába. Ez 55-ben történt, amikor itt játszott az aranycsapat a régi bányászpályán, és ott én labdaszedő lehettem, és láttam a Puskást, láttam a régi nagyokat. Azok olyan szinten voltak, mint most a Ronaldo, meg a többiek, tehát belém ivódott már akkor az, hogy a futball, a minden. Na és akkor így kezdődött tulajdonképpen, így kezdem én ezt a kötetet, aztán amikor leigazoltak a bányászhoz, az 59-ben volt, 62-ben már a felnőtt csapatban játszottam, magyar ifi válogatott lettem, akkor egy pécsi kitérő volt, ez 4 évig tartott, és utána aztán végig itt vagyok Nagy Kanizsán, és ez 2015-ig íródik, azért 2015-ig, mert a 60 év így van meg egyébként is, meg ugye elbuktuk az osztályozót is, én már nem akartam foglalkozni. Ugyan holnap játszunk egy meccset, ami bizony benne, hogy biztató lesz, arra nézve, hogy végre bekerülünk az MB3-ba, a MB-s szintre, és én úgy érzem, hogy ezt valakinek meg kellett írni, egyedül én vagyok, aki ebben 60 éve benne van. A városban senki nem volt ennyit benne a futballban. Ugye voltam a legfiatalabb játékos, a legidősebb játékos, a legfiatalabb edző, a legidősebb edző. Aztán ugye 2003-ban megalapítottuk az UFC-t, annak is van egy története, hát így van ez így összegyűjtve, ez a 60 év. Vlaszák Gézának feltettünk egy kérdést, amit nyilván nem volt könnyű megválaszolni. Ki tud elmelni a 6 évtizedből
egy olyan emléket, ami a legszebb, a legmaradandóbb. A kanizsai futballlegenda mégis könnyen vette az akadályt. A legszebb az a 1973-ban NB1B-be fölkerültünk, nagyon jó csapatunk volt, és Teltház előtt megvertük a Békés Csabát, itthon 4-1-re, és másnap reggelre megszületett a fiam, aki most 45 éves, és bőven túltett rajtam a játékos pályafutásba, úgyhogy talán ez volt. De rengeteg volt ezen kívül is, de szerintem ez az igazi, amikor ugye egy győzünk is, és fia születik egy futballistának, az nagyon jó volt. Beszélgetésünk idején még nem volt biztos az, hogy a Kanizsa feljut az NB3-ba, hiszen még a meccsek előtt álltunk. De Vlaszák Géza már akkor bizalommal telve beszélt a jövő nemzedékéről, illetve a futball mai kanizsai generációjáról. Van remény, van. Most különösen van. Úgy néz ki, hogy a vezetésünk jól dolgozik, minden feltételt megteremtett annak érdekében, hogy NB-s csapata legyen a városnak. A szakvezetés is jól csinálja a dolgát, a szakmai stáb, a stáb mellékszereplők is jól dolgoznak. Én úgy érzem, hogy a holnapi nap folyamán tudunk annyi előnyt szerezni a Nagyatád ellen, hogy a másik mérkőzésen már tovább jutunk, és akkor NB3-ban szerepelhet Nagykanizsán. Én nagyon bízom benne. Következő összeállításunkban egy nagyon érdekes dolgot mutatunk be önöknek, amelynek alapja gyakorlatilag az újrahasznosítás. Papírfonás. Lehet, hogy sokak számára ismerősen cseng maga a fogalom, de nyilván sokan vannak azok is, akik el sem tudják képzelni, miről is lesz szó. Hát még ha meglátják a felvételeinket. Horváth Lajosné Évike a véletlennek és az internetnek köszönhetően ismerkedett meg a technikával, de halljuk a történetet tőle. Egy nagyon kedves távoli rokonom tette fel a Facebookra, hogy egy virágtartót készített, és annyira megtetszett, és rögtön megérdeklődtem tőle, hogy hát hol tanulta, és ő elmondta, hogy a netről tanulta, és gondoltam, hogy én is utána nézek. És nagyon megtetszett. És ahogy próbálgattam, hát az első az nagyon katasztrofális volt, majd esetleg megmutatom, hogy nézett ki, mert ezt eltettem emlékbe, és próbálgattam én is a pálcák tekerését, ami nem volt túl egyszerű, ugye, mert úgy kell tekerni a pálcát, hogy az alsó része vastagabb legyen, illetve az egyik része vastagabb legyen, a másik pedig vékonyabb, hogy egymásba tudjam ugye tűzni. És én ezt van egy Dunaszerdahelyi kis hölgy, aki a papírfonás csoportban is bent van, és az ő munkái nekem nagyon-nagyon megtetszettek, és ővel elvettem fel a kapcsolatot, hogy ő tulajdonképpen tud-e nekem segíteni valamiben. És akkor ő mondott el különböző dolgokat, festéssel kapcsolatban, keményítéssel kapcsolatban, a dekupázsolással kapcsolatban, mindennel. Úgyhogy nagyon aranyos volt, nagyon kedves volt, segített nekem. És akkor így történt, minél több formát megpróbáltam, több-kevesebb sikerrel először, de aztán, hát most már azért nem azt mondom, hogy még túl jól, de azért most jobban megy már a dolog, úgyhogy szeretem csinálni nagyon. És nagyon jó hobbi, úgyhogy most kevesebb időt kell foglalkoznom az unokáimmal. Hát sajnos, ugye, mert megnőttek, és hát az nem sajnos, hanem nekem sajnos, hogy kevesebbet tudok velük foglalkozni, és az időm így több lett. És akkor erre használtam, hogy valami hasznos elfoglaltságot csináljak. Ránézésre is elhőve néztük végig a technikát, pláne azokat a csodákat, amik Évike kezei közül kerülnek ki. De talán haladjunk sorjában. Nézzük az alapanyagokat, amelyeket szintén saját kezűleg gyárt férje segítségével. Szükséges hozzá a papír. Évike a megyei napilapanyagára esküszik, amit férje vág össze a szükséges méretre. Azon kívül kell egy rúd, ami hurka pálcika is lehet, de ő forrasztó pálcát használ. A végét ide beszorítom, uh-huh. És akkor ezt mindig így kell alakítani. Tudod, hogy az a vége vastagabb marad, uh-huh. Ez a vége keskenyebb.
hát nem ragasztottam meg, majd mindjárt meglátjuk. Így. És akkor ez egy szál. Így készül egy pálca ragasztással. Ezután következik a festés, amihez Horváth Lajosné ruhafestéket használ. Ha megvannak a legyártott pálcák, természetesen gondosan, színenként becsomagolva és elkészítve, folytatódhat a munka. Szükséges egy alap, amibe az állítósor van behelyezve. Nézzük tovább. Az pedig így működik, hogy egyet aláhajtok, így, és így felállítom. Aláhajtom, így. Még egyszer, így. Tehát ez így működik. Ha készen van az alap és az állítósor, jöjjön a következő fázis. Kezdem avval, hogy így összerakom ezt a két pálcikát, összehajtom, és akkor keresek egy alkalmas helyet neki, hogy melyik legyen, melyik volt az a görbe pálcám. Na mindegy, ez lesz az eleje mondjuk. Na, menjél oda át szépen. Ezt így áthúzzuk. Így. És akkor tulajdonképpen elkezdődhet a fonás. Ez egy kétszálas alapfonás. Most én ezt azért szeretem, mert sokkal szebb az alja, hogyha ugye kiadja ezt a kis szép kis mintát majd a következő sorba. Egy-két praktikus tanácsot még elárult nekünk Évike arról, hogyan is érdemes, mivel érdemes kezelni az alapanyagot, hogy valóban tartós, gyönyörű kosárkák készüljenek. Ruhafestékkel festek, sima ruhafestékkel, egyedül a fehéret festem vizes bázisú festékkel, zománc festékkel, amit nagyon felhigítok, és akkor úgy. És akkor tulajdonképpen, ugye, amikor ezek le vannak festve, vagy meg vannak festve, meg kell szárítani, akkor igyekszem úgy betekerni nájlomba, hogy a két vége kimaradjon, nagyon kemény maradjon, a közepe viszont egy picit nedves maradjon, mert könnyebben tudok vele dolgozni, mert ugye kemény. Most ezt megfogod, ez nagyon kemény így. És akkor, és ezt nehezen, most már ez be van azért nedvesítve. És akkor utána ugye lekezelem fapáccal, fapáccal, igen, ami hát keményíti, megkeményíti még jobban, bár ezt, hogyha megfogjuk, ez már így maga kemény. De hogyha ezt lekezelem, akkor ugye az ilyen visszaszító fapác, úgyhogy gyakorlatilag ezt le lehet mosni, nem mosógépben nyilván, de le lehet tisztítani, és amikor az megszárad, akkor az egészet lelakkozzuk. Le van lakkozva. Na most, ha olyat csinálok, hogy kisgyereknek csináltam játéktárolót, akkor azt ilyen gyerekbarát lakkal lakkozzuk, hogy ugye a gyerek szájába veszed, de egyébként sima spirés lakot használunk hozzá, vagy használok, mert hát a lakot, mondom, hogy használunk, mert a férjem segít a lakkozásba, úgyhogy családi vállalkozás. Na most itt ugye, itt van nekem a színváltás. Most váltanék egy színt. Mondjuk fehérrel folytatnám tovább, ezt egy kicsit így elvágom. Elvágom, és akkor fogok egy ilyent, és igyekszem úgy, egy kicsit meg kell nyomkodni, vannak ilyen trükkök, hogy így szépen ez belesimuljon. És akkor ez ide fog esni a pálca mögé, hogy nem is igazából látszik, ugye a színváltás ezen az első oldalon. Most itt mutatom neked, és ezért fontos, hogy ez a vége egy kicsit szélesebb legyen. Mert a másik vége keskenyebb, tehát mindig úgy tudom hozzá tűzni, hogy ugye fontos, hogy ez szélesebb legyen ez a rész. És akkor most így például folytathatom a fonást, és akkor szépen, szépen megyünk tovább. Különböző mintákat lehet, hát amit még én is nagyon-nagyon szeretnék megtanulni, ami egy kicsit azért nehezebb, de azért meg tudom mutatni, hogy most itt van például egy, ezt nyílfonásnak hívják, mert tulajdonképpen olyasmi, mint a nyíl. Utána egy ilyen sima alapfonás van, és akkor utána csináltam egy olyat, ami ilyen ferdefonás, de ezt természetesen ezt csak úgy tudom csinálni, hogyha páratlan szállal dolgozok, mert akkor fog félreesni, és akkor lezártam ezt egy ilyen hármas szálú díszítőfonással, és akkor megint csináltam fehérből egy nyílfonást, meg ilyen. Tehát lehet variálni, ki miért szeretne, meg ki miért meg tud tanulni, kinek hogy enged az ideje,
hogy tudná megtanulni különböző mintákat, vannak nagyon szépek, de hát még nekem fejlődnöm kell ahhoz, hogy ezeket meg tudjam csinálni. Az idei Ludwig Nemzetközi Művésztelep ugyan már bezárta a kapuit, de az emlékek megmaradtak. A különleges hangulatú szimpózium házigazdái minden esztendőben gondoskodnak arról, hogy az alkotás mellett programok is szolgálják a kellemes időtöltést. Szereted-e még, ha csillagos az ég? Keresed-e még, hogy melyik a miénk? A művésztelep végéhez közeledve újra az Egri Pince Színház művészei vendégeskedtek Kendli Majorban. A Szécsi Pálest hangulata a szervezők szerint is tökéletesen illett az idei szimpózium hangulatához. Ma megállapították többen, hogy nagyon gyorsan eltelt ez a két hét. A háttérmunka, a konyhai rész az zajos volt. Az idén saját szakácsunk volt, Ricsi, aki hát egy híres szakács innen Kisrécséről, vagy Nagykanizsáról, a kisrécsei polgármester asszony öccse, Tóth Ricsi. Ő főzte a vacsorát, tehát, vagyis az ebédeket. Volt egy gasztronómiai művészet, és volt a művészet. Tehát ott egy kicsit zajosabb volt, itt pedig csendesebb, és rengeteg munkával telt az idő, rengeteg beszélgetéssel. Mindenki mondta, hogy most több volt a beszélgetés, mint korábban, és hogy most, akikkel eddig még mondjuk a X alkalommal nem volt lehetőség beszélni, még azok is megnyíltak egymás felé, tehát sok beszélgetős nap volt ezen a művésztelepen. Amíg a házigazdával, Ludwig Klárával beszélgettünk, hallani lehetett, hogy beszűrődik a próba, a művészek már melegítettek a Szécsi Pálestre. Szívós Győzőt egyébként ismerhetik a kanizsaiak, hiszen a Megyeszai Házban futó retro kávéházi esték keretében Máté Pétert már megidézte. A korszak iránti vonzódásáról is szólt a színművész. A gyerekkorom, igen, hát azért 71-ben születtem, tehát a szüleim azért ha ismerték ezeket a dalokat. Hozzám legközelebb talán a Máté Péter vagy a Cserháti Zsuzsál korban, hiszen a Szécsi Pál dalok azért régebbiek, hiszen 74-ben őt elvesztettük. De attól függetlenül, hogy tehát egy-két dalt ismertem, és aztán elkezdtem hallgatgatni, és rengeteg dal van fönn az interneten. Közel 200-at hallgattam végig, amiből kiválogattuk azt a 17-et, ami aztán ebben a műsorban, ebben a kis koncertbe belekerült. Mi alapján történt a válogatás? Hát próbáltam minél színesebben. Tehát nyilván van, én mindig arra törekszem, hogy ne csak egy szimpla koncert legyen, hanem egy nagyon picivel talán többet, tehát hogy megismertessem talán azt a művészt is, most éppen Szécsi Pált, az életét, tehát a dalok között az életéből mondok el történeteket, vagy róla mesélek olyan kis gondolatokat, vagy eseményeket, sztorikat, amik vele történtek, meg a családtagok, vagy a barátok elmondásai alapján, és akkor ezekhez próbálom úgy színessé tenni a műsort, magát, úgy válogatom általában, hogy minél több színű legyen, minél több dolgot. Nyilván az ismert dalok azok azért általában kötelezőek, hogy úgy mondjam, bizonyos dalok, amiknek el kell, hogy hangozzanak. De lehet, hogy van olyan, ami nem hangzik el egyébként ezekből a kötelező dalokból is, és aztán a másik fele a műsornak pedig olyan, ami kevésbé ismert, de amik engem megszólítanak, hozzám is szólnak, belőlem is szólnak. Tehát, hogy ezeket keresgem, és aztán így próbálom összefűzni mindig a műsort, hogy belepasszoljon ebbe a kis történetbe, ami Szécsi Pál, és az én történetembe is belepasszoljon. Emlékszem, utolsó találkozásunkat egy szárnyúra ment a buszíri lájszak. Megértem itt mindig, ha valahol az életet elhoz. Pedig akkor még nem tudtam, hogy számomra és számomra nagyon messze nem jöhet, mint hogy elhagyom. Azóta sem felettem azt a délután. Örökérvényű, mondani valója van egy-egy dalnak, ami valószínű, hogy fönntartja még mindig
ezeket a dalokat? Igen, ez így van, ez így van. Tehát azért mondom, hogy nyilván vannak olyan hangulatú dalai, amik a vidámabb, vagy egy-egy, tehát akár egy szál harangvirág, vagy a Gedeon bácsi, amik nagyon ismertek. De mondom, a kevésbé ismert dalok között is vannak nagyon értékes gondolatokkal rendelkezők, és szerintem maga az ember is, aki ezeket előadta. Tehát a Széchenyi Pál egy nagyon erős személyiség volt, és ezeket a színpadon ezeket viselte, ezeket, tehát hogy nagyon jó előadó volt, önmagát adta, és erre törekedett. Tehát az előadás módjában is egyre letisztultabb, tehát minél idősebb, tehát 30 évesen halt meg. Tehát nem volt idős, de minél idősebb volt, annál érettebben és igazából önmagából énekelt, mindenféle külső manír nélkül. Láttam én már rég a téved is, azt hittem szalmán, s ellopott szépen. Szívemben hargó száz és száz kis emlék, meg van messzeség. Sok olyan dal volt az esten, amely sokak kedvence. De ha esetleg valakinek hiányérzete volt, mert a kedvence kimaradt, a kérdésre a színművész megadta a választ. Én több mint 200 dalt hallgattam végig, és a 200 dalt hogy lehet belesűríteni? Tehát én azokat hagytam benne, amiket én érvényesnek éreztem ehhez az estéhez, vagy az este felépítéséhez azt gondoltam, hogy a sokszínűségét, és, tehát a hasonló dalokból nyilván ki kellett hagynom. És azért van hasonló dal sok a Széchenyi Pál hagyatékában, ha így beszélünk erről. Műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, a Restart jövő héten is várja önöket. Viszontlátásra! A műsor dekorációját a bíborvirág készítette.